A Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet kiemelten fontosnak tartja a közművelődési szakemberek minél szélesebb körű elismerését, ezért 2019-ben szakmai díjak alapításával csatlakozott a közművelődési kitüntetések rendszeréhez. Az idei díjak átadására nemrég ünnepélyes keretek között került sor. Itt ismérték el dr. Széma Nemese Rózsa, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kutatójának eddigi munkásságát is. A kutató Karácsony Sándor díjban részesült, mutatom is itt a, a díjat, a kiemelkedő szakmai eredményei és adaptálható fejlesztő tevékenysége elismeréseként. A díjazott kutatóval beszélgetek itt a továbbiakban. Szervusz Rózsa, gratulálok! Köszönöm szépen, szervusz! Azt hiszem, hogy magától adódik a kérdés, itt tartom is az elismerést, mutatom a kamerának, hogy ki is Karácsony Sándor, lehet, hogy sokan nem tudunk róla. Igen, valószínűleg nem, és erre én is most döbbentem rá, hogy milyen sokan nem tudunk, nem tudnak róla. Amikor engem is kérdeztek többen, hogy ki is volt Karácsony Sándor, én ismertem az ő nevét, ő pedagógus volt és filozófus, de talán azt mondhatnánk, Uh, számomra legalábbis, mivel ismertem a nevét és néhány részletet olvastam a munkáiból hogy ő a pedagógus hiszen ő hiába doktorált meg habilitált, meg a tudományos munkássága volt akadémiai munkássága volt uh, egyetemen tanított uh, ennek ellenére ő megmaradt elsősorban pedagógusnak és diáknevelőnek és talán ez ami, uh, a legfontosabb uh, tudni róla hogy a uh, hogy, um, nagyon előre mutató munkássága volt, tehát ez a 20. század, 20-as, 30-as éveiben, 40-es években később bontakozott ki, nagyon sok tekintetben megelőzte meg a korát, és szerintem az mindent elmond róla, hogy mennyire meghatározó is volt, hogy nagyon különböző világlátású és politikai nézetű emberek ismerték el, hogy mennyire fontos az ő munkássága. Ugye azt is írja róla az internet, hogy az ifjúsági mozgalmak kiváló vezetője, talán egy picit itt arra fele haj az, ugye, hogy az ifjúsági mozgalom, azt hiszem te voltál, vagy te vagy a legfiatalabb itt a képen a díjazottak sorában, igen. tehát hogy egy picit ezáltal is az ifjúságot, az ifjúkutatót akarták elismerni? Valószínűleg ez is benne van, hát ugye Cserkész vezető volt, Madis vezetőnek, de magyar demokratikus, tehát ez már később ifjak szövetségének, tehát hogy nagyon sok különböző ifjúsági szervezet vezetőinek is választották, a fiatalok egyébként, mint ahogy én is megtudtam róla ezeket a részleteket? Ugye, mint mondtuk, 2019-ben alakult meg gyakorlatilag ez a díjátadó, ahol a művelődés szervezőket díjazzák, és hogyha nem csolnak az információim, de javítsák ki te, hogyha te jobban tudod, akkor te magad vagy az első, akit Magyarország határain kívülről díjaznak, és elismerésben részesül az ő művelődés szervező tevékenysége, mert hogyha így van, ez akkor egy óriási dolog. Hát bevallom őszintén, hogy nem néztem utána a teljes pontos statisztikának 19-től idáig, de valóban én is úgy tudom egyébként, hogy én vagyok az első határon túli. Egy picit meg is, nem, nem ez lepett meg, hanem, hanem azt nem fogtam fel, hogy ennek tényleg mekkora jelentősége lehet. És óriási jelentősége van, ugye a nézőink bizonyára tudják már róla, hiszen számtalan számtalanszor voltál itt az erdélyi figyelőben, hogy a, hát a kutatás, Tatói mi voltod mellett, amelyet ugye az EMKE, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület keretében végzel. Gyakorlatilag az MK keretében működő Szabédi Emlékháznak a vezetője is vagy, ahol hagyaték gondozással foglalkozol. Na, erről a munkádról mesélj egy picit. Ez egy gyönyörű munka, mint olyan, de ugyanakkor hagyatékokat gondozni, az azért fáradtságos munka is lehet. Hát igen, főleg, hogy kevesen vagyunk, ezt valószínűleg ezt is tudják a kedves nézők is. És hát összesen most itt puskáznom kell, mert mindig a számokkal bajban vagyok. 27 kéziratos hagyatékunk van, és emellett még van könyvtári hagyatéken, mondjuk azzal nem nagyon kell foglalkozni, de de 27 kéziratos hagyatékunk van, és eb, ennek egy olyan 20%-a kb. amihez még egyáltalán nem tudtunk hozzányúlni, tehát amiről úgy tudjuk, hogy van. Többek között, ha már média, akkor Muzsnai Magdának, a rádiósnak volt, is, ah, volt rádiósnak is a, a hagyatéka nálunk van, és ott se tudjuk, hogy mi van pontosan, pedig biztos kincsek vannak ott is, és van még néhány ilyen hagyatéka. Hát elsősorban irodalmi hagyatékok, ugye nyilván nem csak Szabédi, reményik, olosz-Lajos hagyatéka az utóbbi időben. Került hozzánk, ami egy nagyon nagy hagyaték a Bodorpálé, Palocsai Zsigmondé, de Senkászki Endre, Kismanyi, tehát hogy nem csak irodalmi, elsősorban irodalmi, de nem csak irodalmi hagyaték. Mi a célotok ezekkel a hagyatékokkal? Kartotékolni, feldolgozni, digitalizálni netán? És, és mi a célközönsége ezeknek a hagyatékoknak? Hát az elsődleges célunk nyilván az, hogy minden hagyaték kutatható legyen, olyan értelemben, hogy, hogy leltározva legyen, tehát hogy, hogy katalogizálva legyenek a, az iratok. Nyilván most már nagyon sürgető cél a digitalizálás. Ez részben elindult, de nincsen egy nagy apparátusunk, jelenleg egy bedolgozó tulajdonképpen önkéntes munkatárs végez digitalizálási feladatot, viszont mivel az eszközeink azok nem nagyon professzionálisak, hogy finoman fogalmazzak, ezért ez egy kicsit nehézkesen is lassan megy. De hogy ez a, a hosszú távú célunk, mert hát egyébként nagyon sokan keresik a különböző hagyatékok különböző szeleteit, nyilván irodalomtörténészek elsősorban, meg színháztörténészek, mert ugye színházi vonatkozású hagyatékunk is van és nagyon sokszor, főleg most, amióta a járvány volt, és hozzá is szoktunk ahhoz, hogy online csomó minden elérhető, sokszor kapunk olyan kérést is, nyilván több száz oldalt nem, de hogyha olyan kérés jön, hogy hát van egy három oldalas, akkor esetleg el tudnánk-e küldeni szkenelve, nyilván megoldjuk, legalább nekünk is akkor az a része be van digitalizálva. Ugye itt a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet díjáról beszéltünk az imént, amihez gratulálunk mindenképpen, de azért még nektek van egy óriási, nagy és gyönyörűséges projektetek. Mutatom is itt a kamerának, az a projekt neve, hogy hétköznapi hőseink. Ez most már a hatodik évadnál tart, hogyha nem tévedek, és az első öt évad benne található ebben a kötetben. Miről van szó pontosan? Ehhez is gratulálok már így előjáróban. Köszönöm szépen, és uh, egyébként a díj uh, indoklásánál, tehát a, úgymond laudációnál is uh, elhangzottak olyan részletek, amik erre a munkámra utalnak. Uh, hát ezt a 2016-17-es tanévben uh, indította az MK pontosabban az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásával koordinálja az MK itt Erdélyben. Nagyon remékedünk benne, úgy néz ki, hogy folytatni is tudjuk egyébként attól függetlenül, hogy milyen változások voltak a minisztérium nevében. És nagyon röviden az a lényege, azért is hétköznapi hőseink a címe, illetve hétköznapi hőseink írjunk történelmet a teljes projektnek a címe, olyan személyiségeket kell felkutassanak az általános vagy középiskolás diákcsoportok, akik nagyon sokat tettek a közösségért, a helyi vagy akár regionális közösségért, nagyon fontos személyiségek a közösségek életében, de nem tud róluk a nagyvilág és mindig ezt a példát szoktam hozni, hogyha valaki, de Kolozsvár nem esik bele ebbe a körbe, mindjárt mondom, hogy miért, de hogy Kolozsvárról nyilván Mátyás király nem volna egy jó példa, mert róla mindenki tud, és volnának itt még néhányan. Azért nem esik bele Kolozsvár egyébként ebbe a körbe, mert kis településeket kell keresnünk. Tehát minél kisebb települést, elsősorban falvakat, nyilván itt, mivel kisebbség, megszűnnek a magyar iskolák, magyar osztályok, kértünk egy kis engedményt, hogy hát lehessen nagyobb település is, úgyhogy például Nagyszeben is benne van, hiszen ott viszont uh, liceumban összevont osztályok vannak, és az általános iskolában is, úgyhogy uh, kisebb-nagyobb települések és közösségek diákjainak dolgozata került ebbe a kötetbe. Fantasztikus kötet, gyönyörű kötet, gondolom, hogy megtalálható, elérhető, tehát, hogy akiket érdekel, azok megtalálják, akár interneten is, vagy ha ráírnak az MK-re mindenképpen. E, igen, nálunk, egyelőre nálunk lehet megvásárolni, illetve könyvesboltokban is elméletileg. Mert nem csak azon a kis közösségek <laughs> számára, ugye, ahonnan ezek a bizonyos hétköznapi hősök kikerültek, nem csak az ő számokra nagyon fontos, hanem úgy gondolom, hogy a nagyvilág számára is fontos. Gyönyörű, szép kötet ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Széma Nemese Rózsa az EMKE kutatója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem, Köszönöm és még egyszer is. gratulálok a díjhoz. Csak így tovább. Köszönöm szépen.